Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túról résztvevőket is. Én Balta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es igazgató házaspárja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Balta Tusek Nébolya vagyok. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honorant Reed részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeretfejlesztő képzésén. Legeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Igen, és akkor most nem van ott az egér, ugye? Én. Pillanat. Most már jó lesz. Várjál, elment az adás. Igen? Azt én csináltam? Az jó. És mit kell csinálni, hogy visszaálljon? Oké. Okay. Visszaadjuk az... A Skype is eltűnt. Jó, visszaadjuk az adást. És meddig voltam hallható? Az mégis az kiment. Jó. A coachképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. 10 területet tudnék itt kiemelni. Önmagaddal, a pároddal, szülőddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Tehát egészen a kicsiből eljutunk a komplex nagyig az összes témakörben. Egyedülállóan 25 nagy témakörben tart előadásokat a mesterünk. Azt hiszem most 5 évnyi anyag van áll rendelkezésre ezekből a témákból. Vagy több. Vagy inkább több. Inkább hát több. Eddig 5-öt tudtam, most már több is van, és még ez folyamatosan kiegészül. A PPH előtti foglalkozásom Vasester Gályos volt, nem Vasester Gályos, mi voltam legutoljára? Ács voltam legutoljára. Szóval azt hiszem olyan 15 szakmát próbáltam ki körülbelül. Viszont mára a fő tevékenységem az a PPH tanuló csapat szervezése, amit igen élvezett, meg kell mondjam, hogy igen élvezem, mert emberekkel bánni a legjobb dolog itt a földi életbe. Gyulán élek, családi helyzetem, mellettem áll a feleségem, és van egy kislányunk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert nagy-nagy keresgélés és sok téves út után kerestem valami olyat, amivel valóban rendbe hozhatom az életemet. És nem gondoltam volna, hogy a Nyílt Akadémia lesz az, mert annyi fele voltunk már, az ember nem látja a fától az erdőt először. És belenéz egy ilyenbe, igen, ez is jó, itt is mondanak jó dolgokat. Azt hiszem legalább 4 hónap kellett hozzá, hogy lássam, hogy hova is kerültem, és hogy milyen jó ez, ami itt történik, és hogy miket lehet itt tanulni. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzései által az életemben jobban tudok bánni ezekkel a területekkel, amit felsoroltam. De hát ez így nagyon hivatalosan hangzik, kezdhetném a feleségemmel, hogy mi már egész jól bánunk egymással. És azt figyeltem meg, hogy a hétköznapi életemben a helyzeteket teljesen máshogy kezelem, mint régebben, ugye. Jellemző az emberekre, hogy nem is tudják magukról, hogy hány helyzetet hagynak félbe és kimenekülnek abból. Ezt nagyon lehet látni a világban. Most már én látom, hogy egyre kevesebb helyzetből kell kimeneküljek, mert tudom kezelni, ez egy óriási kincs az ember életében, hogyha ezt meg tudja csinálni. Többek között az asszonykámmal egy beszélgetés, ugye, ami már kezd kényelmetlenné, valami még azt is ki tudjuk egyenesíteni. Te kezd rajta egy kicsit? Köszönöm. És most jössz te. Magamról röviden annyit, hogy a PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Ma már a PPH tanulói csoport szervezése a fő tevékenységünk. Páran mondta, Gyulán élünk, van egy lányunk, házasságban most már 27 éve, papíron 25 éve vagyunk együtt. Most már el tudjuk azt mondani, hogy egyre boldogabbak vagyunk valóban. Én azért kezdtem a Nyílt Akadémiát tanulni, mert nem éreztem magam boldognak. És éreztem, hogy egyik az, hogy sokkal több van bennem, mint amit én gondoltam magamról, de igazából, mivel hogy nem tudtam kezelni az életemben a dolgokat, akár magam,
akár a párkapcsolatom, tényleg amit föl van sorolva, ez a 10 témakör, nem volt jó, nem éreztem jól magam. Nagyon sok fele voltunk, és most már 8. éve, hogy itt tanulunk. Először a párom kezdte el. Nekem volt lehetőségem belehallgatni, nem csak az első részekben, hanem a képzésekben is, és azt mondtam, hogy ez az a hely, ahol olyan tudást és olyan módszereket kapok, amit valóban be tudok építeni az életemben, és tudom használni. És tényleg valóban azt tudom mondani 8 év után, hogy egy teljesen más életminőséget tudunk élni. Csodálatos, el tudom most már így gyereket nevelni, ezzel a tudással, akár feleségnek lenni, hogy tudom kezelni a páromat, és valóban az a 10 életterület, ami nem is gondoltam, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a dolgokat jól kezeljük. Azt gondoljuk, hogy megtanuljuk a szüleinktől, megtanuljuk az iskolában, megtanuljuk innen-onnan, na az édeskövés. Tehát itt, amit átad nekünk Miklós, nincs másik. Én amikor idejöttem tanulni, először furcsa volt, amikor, vagy szokatlan, hogy Miklós mondta, hogy nincs másik ilyen hely. 8 év után azt mondom én is, hogy valóban nincs másik ilyen hely. Mert itt annyira tényleg kivesézünk mindent, így tudom mondani, hogy mindenre megkapjuk a választ. Meg a módszer, tehát ami nagyon fontos, a módszer. És a másik, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy itt van lehetőséget gyakorolni. Tehát itt megvan a lehetőség hozzá. Minden, a közösség, egy csodálatos közösség. Ahogy fel van építve az egész iskola, tehát azt, hogy nekem az is szimpatikus volt először, hogy otthonról tudom hallgatni, jegyzet van hozzá, tehát minden adott, amit csak kell hozzá, hogy megértsük a dolgokat. És még azért először elég furcsa is volt nekem, amikor ide kerültünk, úgy 14-15 tájékán, hogy itt próbáltak segíteni a helyzeteim megoldásába, ha valami probléma volt, akkor segítőkész fülekre találtam. Szerintem ez nem jellemző a mai világra, hogy bárki is, hogyha elmondod neki egy problémát, akkor segíteni szeretne benne. Hanem mivel, hogy nem tud vele mit kezdeni, inkább eltávolít tőled, vagy éppen azt mondja, hogy hát ezt nem tud megoldani, és akkor kapsz egy ilyen elutasító választ ismét. Itt nem ez van, itt segítő fülek vannak, van szándék rá, hogy egymásnak segítsünk a dolgokba. Ezt meg kell szokni egyébként. Nekem először ez ilyen furcsa volt, aztán lelkesítővé vált. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen más irányú tevékenység volt. A PPH spirituális közösség vezetője Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elő tudja segíteni, olyan módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességet tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak bejutni az aranykorba. Egyébként az aranykorról neki van a legtöbb információja. Nagyrészt ilyen felszínes információkat lehet máshonnan kapni, vagy téves információkat. Tehát tévedésben vannak avval kapcsolatban előadók, hogy milyen egyszerű lesz oda bejutni. Nem egyszerű, mert minden embernek egy útja van, amin belül az önfejlesztés az, ami utat nyit az ő számára az aranykor irányába. Sehogy máshogy nem lehet megcsinálni. Szedlacsik Miklós ennek a küldetésnek mindent alárendelt. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról.
Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Jelenlevők biztos. Felmérő lapot mindenki, aki most van először kitöltött? Jó. Ilyet. Van? Nincsen? Mi kellene tölteni? Kriszti adsz? Oké, köszi. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Ki tudja, hogy a sajt az elmúlt egy évben mennyit emelkedett? Több, mint duplája. Több. Hát ugye én éppen most néztem, ugye ott, amikor én ilyen 1800-ért vásároltam ugye a sajtot, a ugye trapistát, így van, egy éve körülbelül, hát most 5400. Akkor az hányszoros? Az háromszoros. Háromszoros, egy év alatt. De 20%-os az infláció. Kenyér körülbelül ugyanennyit emelkedett. Az is emelkedett körülbelül háromszorosára az elmúlt egy évben. A kenyér. Hát volt 200 valahány forint egy éve. Most 700 fölött. 700 fölött. Akkor megnézzük azt is. Az is körülbelül háromszorosa. Szóval sok minden olyan dolog történt itt az elmúlt időszakban, ami olyan mértékű áremelkedés például, hogy de érdekes módon azt mondják, hogy van 20%-os infláció. Tehát amikor olyan 50% volt már az áremelkedés átlagosan, akkor azt mondták, hogy ilyen 10%-os az infláció. Hát szerintem az infláció biztos, hogy van most nálunk, 100%, ez hód biztos. Tehát ilyen pénzromlást én még nem éltem meg. Sose. Ami azt jelenti, hogy ilyen áremelkedés, ugye a 90-es évek első felében volt, bevallottan 36%-os infláció, akkor tényleg annyi volt. De hát az az áremelkedés az nudli volt ahhoz képest, hogyha visszaemlékeztek. Mármint akik ugye abban az korban már éltek felnőttként, és vissza tudnak emlékezni, az nudli volt a mostani áremelkedéshez képest. Az nudli. Tehát az nem volt olyan, hogy mit tudom én, mondjuk ha hetente egyszer mész vásárolni, biztos, hogy nem annyit fizetsz ugyanazért a termékekért, hanem jóval drága, többet. Tehát nem kicsivel többet, hanem lényegesen többet. Szóval érdekes világban élünk. Tehát ugye olyan, mintha ezt ráadásul még gerjesztenék is ezt az egészet. Tehát ugye, ha megnézitek az én tanításaimat, mondjuk 10 évvel ezelőtt, már beszéltem arról, hogy milyen jövő várható, és hát jó pár évvel ezelőtt beszéltem már arról, hogy ugye még a 2000-es évek elején től mondtam ezt, hogy ugye csináltak egy megállapodást, országok közti megállapodást, ugye Magyarország és Izrael között, még a Gyurcsány kormány, azt ha valaki
emlékszik, akkor tudja, hogy mikor volt hatalmon. A Gyurcsány kormány csinálta ezt a megállapodást, hogy felkészíti az országot arra, hogy jöhessenek az izraeli betelepülők. És utána jött az Orbán kormány, amely ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a szerződéseket ratifikálták. Tehát magyarul ugye mehet tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ehhez viszont, ugye akkor én ezt mondtam, mikor ezt tudtam utána nem sokkal, hogy ugye ezt úgy kell megoldani majd, hogy el kell gyengíteni a forintot. Tehát mi kijelentettük, hogy mi nem akarunk eurót, ugye Orbán kormány jelentette ki, hogy nem akarunk eurót, de miért nem akarunk? Mert ugye ha helyi valuta van, akkor azt el lehet gyengíteni, ugye a többihez képest, és akkor a külföldieknek Magyarország olcsó lesz. Tehát most annyiból jó a gyenge forint, hogy a külföldieknek olcsók vagyunk. Tehát a turistáknak is olcsók vagyunk, meg azoknak is olcsók vagyunk, akik ingatlant akarnak venni. De ahhoz, hogy az ingatlan olcsó legyen, ugye ahhoz azt kell majd elérni, hogy sokan akarják eladni az ingatlanukat. Ezt pedig majd akkor tudják elérni, ezt nem most mondtam ezeket, hanem már évekkel ezelőtt. Ahhoz azt kell majd elérni, hogy ugye sok ember eladósodjon úgy, hogy ne tudja fizetni a törlesztő részleteket. Na most ugye mikor bevezették a moratóriumot, a hitelmoratóriumot, ugye a 2020-ban, ugye akkor arról beszéltem, hogy akkor lesz gáz, hogyha ezt a hitelmoratóriumot föloldják, és ugye az embereknek el kell kezdeni fizetni a törlesztő részleteket. Na most, de ugye ez nem elég, hanem a megélhetést ugye nehezíteni kell, plusz még a hitelt fizetni kell, ami azt jelenti, hogy a legtöbb hiteltörlesztő nem fogja tudni fizetni a hiteltörlesztést, ami azt jelenti, hogy elárverezik a lakásukat, ingatlanjukat, és na az fogja levinni a ingatlanok árát, és az fogja eredményezni, hogy lehet tömegesen ide betelepülni. Tehát ide Magyarországra azért nem engedték az arabokat, mert az araboktól akarnak megszabadulni az izraeliek. Izraelben élő tanulóink is vannak, és mondták, hogy ott tanítják a lengyelt is, és tanítják a magyart is. És a lengyel zlotyiból sem lett euró. Oké? Okay? Tehát ugye három ország jelentette ki, hogy nem akar eurót, akik itt eurós övezetben, tehát Európai Uniós övezetben, a csehek, ugye a magyarok, meg a lengyelek. Ugye a románok meg a bulgárok azt mondták, hogy ők akarnak eurót. Tehát ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel ugye nem csak velünk kötöttek megállapodást az izraeliek, hanem ezekkel a másik két országgal is. A csehekkel is, meg a lengyelekkel is. Tehát ugye tudjuk, hogy a háborúban rengeteg cseh, és rengeteg lengyel, és rengeteg magyar kivándorolt, izraelita kivándorolt Izraelbe. És ugye nem csak Izraelbe, hanem kezdetben Amerika fogadta őket, csak utána Amerika azt mondta, hogy stop, és akkor lehetett Izraelbe kivándorolni. És azok a vízhiány, a meleg és az arabok miatt jönni akarnak vissza. Oké? Okay? Na most azt is mondtam régen, hogyha elszegényítenek egy országot, akkor utána bejöhetnek megmentőként. Emlékeztek erre régiek?
és közeledünk ez e felé, az időszak felé. Jó, csak hogy tisztán lássunk. Jó, hogy milyen világ felé haladunk. És nagyon érdekes, mert ugye nekem több ismerősöm most létesített, most az elmúlt pár hónapban vállalkozást. És ugye én már régóta mondom, hogy aki csak teheti, legyen vállalkozó. És nagyon érdekes, mert ugye mindig elmondom, hogy az alkalmazottaknak lesz a legnehezebb. Két szempontból is, mert az alkalmazott nem tudja növelni a jövedelmét. Tehát hiába akar többet dolgozni, vagy jobban dolgozni, akkor sem fog lényegesen növekedni a jövedelme. Tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az alkalmazotti létben nem lehet bérfeszültség. Tehát a bérfeszültség abból alakul ki, hogy az emberek egy része, mondjuk elkezd egy pár ember, elkezd sokkal többet dolgozni azért, hogy több pénze legyen. És az bérfeszültséget hoz létre. Ezáltal ugye a munkahelyeken úgy van ez kialakítva, hogy ne lehessen többet keresni. Tehát ezért ugye a legtöbb munkahelyen nincs teljesítménybérezés, hanem órabérezés van, vagy pedig ugye fix bér. Tehát fix bér. Ez azért van, hogy ne legyen bérfeszültség. Csak hogy tisztán lássatok. Tehát a bérfeszültség mindig abból alakult ki, hogy egyes emberek sokkal jobban dolgoznak, és sokkal többet dolgoznak, és az demoralizálólag hat a többiekre. Képzeljétek el. És olyankor nem a kevésbé jó dolgozókat küldik el, hanem a jó dolgozót. Hogy megszüntesse a munkáltató a bérfeszültséget. Mert ha egy-két embert elküld, akik jó dolgozók, az azt jelenti, mert ugye a jó dolgozók az sosem a többség, az mindig a kisebbség, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Elküldik azt az egy-két nagyon jó dolgozót, és akkor onnantól kezdve marad a többi. Világos ez? Tehát azért, mert ugye én munkáltató vagyok, tudom, illetve már nem, csak voltam sokáig, és tudom azt, hogy nehéz nagyon jó dolgozókat találni. Tehát ami azt jelenti, hogy átlagos dolgozókat könnyű találni, de jó dolgozókat nagyon nehéz találni. Ezáltal a munkaadóknak a jó dolgozó az bérfeszültséget tud létrehozni. Tehát a túl jó dolgozó. Világos ez? Ez csak, hogy tisztában legyetek ilyen kérdésekkel is. Jó, mert ez ugye mit eredményez? Azt eredményezi, hogy az alkalmazotti létben nem lehet többet keresni. Érted? Nem lehet többet keresni. Mert ha te elkezdesz sokkal többet dolgozni, vagy sokkal jobban dolgozni, akkor te kerülsz először lapátra. Világos ez? Most nyilván nem olyan munkahelyekről beszélek, ahol van egy-két dolgozó, hanem olyan munkahelyekről, ahol ugye viszonylag sok dolgozó van, vagy akár nagyon sok dolgozó van. Tehát ez azt jelenti, hogy az alkalmazotti lét az a legbizonytalanabb létforma. És ugye több olyan ismerősöm van, aki mostanában nyitott vállalkozást, és képzeljétek el, elkezdett más lenni a hozzáállásuk. Úgy alapvető hozzáállásuk. És büszkék arra, hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak. Büszkék lettek, érted? Hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak. Tehát egy vállalkozónak, ha olyan a munkája, létre tudja azt hozni, hogy szabad legyen. Egy alkalmazott ezt sose tudja megcsinálni. Tehát egy alkalmazott akkor tudja megcsinálni, hogy szabad legyen, ha elmegy nyugdíjba. Oké? De az alatt a 40 év alatt, ameddig dolgozik, vagy ugye most már egyre többet kell dolgozni, már nem is lassan 40 év, hanem már lassan 45 év, így van. Tehát az alatt az alkalmazottak nem tudnak szabadok lenni. Sőt, minél többet keres valaki alkalmazottként, tehát minél jobban fizetett alkalmazott az illető,
annál jobban megveszik a lelkét is. Tehát ami azt jelenti, hogy annál inkább rabszolga, szó szerint. És annál jobban kell attól félnie, hogy elbocsátják, és, és akkor mi lesz, honnan lesz még egy olyan jó fizetett munkahelye. Tehát nehogy azt gondolja bárki is, hogy a nagyon jól fizetett alkalmazottnak jobb, mint egy kevésbé jól fizetett alkalmazottnak. Egy kevésbé jól fizetett alkalmazott nem fél attól, hogy kirúgják, mert talál másik kevésbé jól fizetett állást. Világos ez? De a nagyon jól fizetett alkalmazottak gyakorlatilag szinte lehetetlen, hogy találjanak másik nagyon jól fizetett alkalmazotti állást. Tehát egy érdekes világban élünk, és ha te nem próbálod meg ebben a világban elérni azt, hogy függetlenítsd magad a munkaviszonytól, ami azt jelenti, hogy te neked saját munkaviszonyod kellene, hogy legyen, érted? Tehát nem függetleníted magad egy külső munkaadótól, hát akkor a jövőd az abszolút nem áll biztos alapokon. Érted? Tehát lényeg az, hogy minden, amit előre megjósoltam, itt én tehát mondok jóslatokat a jövőre vonatkozóan 90-es évektől, és minden bejött. És általában minden előbb, mint amire jósoltam, ezért mostában már az időt azt már nem jósolom, mert mindig előbb jött be az, mint amire jósoltam. De gyakorlatilag minden megtörtént, tehát minden. De most ugye ez a jós tehetség, ez nem tehetség, hanem van egy olyan kapcsolatom fentiekkel, tehát az azt jelenti, hogy olyan szellemlényekkel, akiket ugye mi Isteneknek szoktunk nevezni, vagy Istennek szoktunk nevezni, ugye, de ez is ugye elég téves megfogalmazás, mert itt a, ugye mi még keresztény Európában élünk, és ugye itt abszolút egy Isten hit van, és az egy Isten hit azt jelenti, hogy van egy Isten a világban. Jó, és akkor ennyi. Egy Isten a világban, és attól függ minden. Ugye ez egy óriási tévedés egyébként, ez az egy Isten. Ha most gondold végig, vannak bizonyos elvek, ami alapján az értelmes lények működnek. Tehát például van egy alapelv, hogy ez a hatékonyság alapelve. A hatékonyság alapelve azt jelenti, hogy hatékonyan 6 embert tudsz irányítani. Jó? Tehát hatékonyan 6 embert tudsz irányítani. Ami azt jelenti, hogy ha megnézed, a hét az, az egy hét, az 7 napból áll. Tehát a hetünk az 7 napból áll. Abból ugye eredendően azt mondták, hogy egy nap a pihenő nap. Az a vasárnap. Ugye aztán lett a 2 pihenő nap. Szombat, vasárnap. Ezért most már hatékonyan nem 6 emberrel tudsz foglalkozni, hanem 5-tel, mert 5 munkanap van. Érted? Nem 2 pihenő nap van. És pihenő nap az mindenkivel, mindenkinek ugye ebbe a világban pihenő napot jelent, nekem nem, de a legtöbb embernek ugye pihenő napokat jelent, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hogy ugye az emberek, hogy aki foglalkozna emberekkel, hogy hát most nem foglalkozok vele, mert szombat-vasárnap van, vagy azt mondja, akivel foglalkozna, az az illető, akivel foglalkozna, hogy most ne foglalkozzanak velem, mert szombat-vasárnap van. Szóval ezáltal ugye a hatékonyság az ötékonyságra csökkent, de lényeg az, hogy ez egy univerzális szabály, hogy hatékonyan 6 emberrel tudsz foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a 7. nap az az önmagadé. Érted? Tehát hatékonyan 6 emberrel foglalkozol, a 7. nap az a sajátod, az a tiéd. Ugye a Bibliában is az van benne, hogy a 7. napon, amikor a teremtés
ugye lezajlott a hetedik napon az Isten megpihent. Emlékszel? Na szóval lényeg az, hogy gondold végig, egy, tehát a jó Isten megpihent 6 nap után. Érted? És ugye minden a hatékonyság elve alapján működik, tehát az azt jelenti, hogy ha kevesebb emberrel foglalkozol, akkor nem vagy hatékony. Ha több emberrel foglalkozol, lehet többel is, kevesebbel is foglalkozni, akkor sem vagy hatékony. Hatékony akkor tudsz lenni, ha 6 emberrel foglalkozol. Világos ez? Na most maradjunk ennyibe, és most gondold végig, akkor szerintetek ezt a hatékonyság szabályt a Jóisten nem ismeri. 1. 2. Senkiben nem bízik, semmilyen teremtményében a világegyetemben, ezáltal nem ad ki semmilyen feladatot, és mindent ő kontrollál közvetlenül. Ha valaki ezt gondolja, hogy ez így van, az akkora butaság, hogy ennél nagyobb butaságot el sem tudok képzelni. Igen ám, de az egész keresztény Európa ezt tanulja, ezt a butaságot. Érted? Hogy van egy Isten, és az közvetlenül mindent irányít. És ugye az Istennek vannak a teremtményei, és senkiben nem bízik annyiba, hogy átadja a feladatot. Akkor mondok tovább még a vezetéssel kapcsolatban, bár nem vezetőképző ez, csak pont ide kapcsolódik. Ugye a hatékonyságról az imént beszéltem. De arról is lehet beszélni, hogy ha hatékony akarsz lenni, akkor delegáld a feladatot. Az azt jelenti, hogy tanítsd meg egy másik személynek, akiben bízol, és csinálja azt a feladatot, amit te csináltál előtte. És képzeld el, a Jóisten ezt a szabályt sem ismeri. Annyira tudatlan a kereszténység szerint, hogy ezt a szabályt sem ismeri. És ő mindent közvetlenül akar kontrollálni. Oké? Okay? Na most a közvetlen kontrollor pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy van a teremtőnek közvetlen kontrollja, ugyanis az ő energiája mindenben benne van. Mindenben. Benne van a levegőben, mert a levegő is egy anyag, és benne van bármilyen anyagban az ő energiája, és bármilyen élőlényben is benne van. Oké? Sőt, mivel a lelkek, tehát a lelkek ugye a fejlett lények, és itt nem az életerőről beszélek, hanem a lélekről, mivel minden lélek belőle származik, ezért az minden lélekben is benne van, tehát minden élőlényben, mármint olyan értelmes élőlényben benne van az energiája, és az azt jelenti, hogy mivel van olyan képessége, ami egy kicsit több, mint a miénk, ezáltal sokkal több, ezáltal ő képes arra, hogy azoknak az érzékeléseit begyűjtse. Most akkor onnantól kezdve neki miért kell bármilyen olyan közvetlen kontroll, hogy mondjuk egy szemét, téged közvetlenül kontrolláljon. Na most, mivel ugye minden értelmes lény a teremtménye, a lélekről van szó, nem a testünkről, a testünket ebből a szempontból felejtsd el, az nem az ő teremtmény. Tehát mi emberek a testünkhöz, a Jóistennek az ég adta világon semmi köze. Közvetlen formában, jó? Közvetett formában van, mert ugye anyagból vagyunk, de közvetlen formában. Tehát nem ő hozott minket létre. A lelkünket, tehát a Biblia azó része, igaz, hogy a lélek az az Isten teremtménye, de a testünk az nem az ő teremtménye, Isten teremtménye, csak nem az Atya Isten teremtménye. Tehát nem a mindenható Atya Isten teremtménye, jó? Tehát csak azért rakjuk ezeket a dolgokat rendben, mert hogy nagy félreértések vannak, például abban a tekintetben, hogy ugye amit az imént is, imént már említettem, hogy kapcsolatom van, nem a Teremtő Istennel, hanem az Isten egyik megbízottjával. Világos ez? És az nekem bőven elég.
Mert a mi értelmezésünkben minden felsőbbrendű lény az Isten. Legalábbis az emberek értelmezésében. És akármilyen hihetetlen, nekem van saját Istenem. De nem csak nekem van, hanem neked is van. De ebben nem kell hinni, csak akkor rosszul jársz. Gondold végig, melyikkel jársz jobban, ha van saját Istened, vagy ha nincs. Tehát a saját Istened az azt jelenti, hogy felügyeli közvetett módon az életedet, hogy abba az irányba haladjon az életed, amiért leszülettél, amit megállapodtál vele. Érted? És terelgeti, nem közvetlen formában, terelgeti az életedet, hogy megtaláljad azokat az embereket, akikkel találkoznod kell, megtörténjenek azok a dolgok, aminek megtörténnie kell az életedben. Ezt terelgeti, nem közvetlen formában. Az mit jelent? Hogy van neki is megbízottja. Erre vagyunk okok. Képzeld el, a lelkek úgy működnek odafönt, a sokkal intelligensebb lelkek, mint mind, hogy vannak megbízottjaik. Tehát vannak olyan ember, a lények, isteni lelkek, érted? Akik hierarchiában vannak egymás alatt. Oké? És az azt jelenti, hogy megbízottnak van megbízottja, megbízottnak megbízottja. Érted? Tehát odafönt a maga hierarchia az 7 szintből áll. 7 szintből. Az angyalok, akik itt rendezik a sorsunkat, azok a legalján vannak a hierarchiának. Oké? Ők olyan szellemlények, akiket meg lehet hívni, lehet kérni, hogy jelezzék, hogy jelen van, de nem látja a legtöbb ember az angyalokat. Oké? Tehát, ami azt jelenti, hogy hallottunk már ilyet, hogy neked van, mit tudom én, védő angyalad, de tehát van saját angyalad. Na most ebbe se kell hinni, de most gondold végig, neked melyik a jobb, hogyha hiszel benne, vagy ha nem. Ha valaki azt gondolja, hogy az a jobb neki, ha nincs saját angyala, akkor az bolond. Erre ezt tudom mondani. Jó, tehát, de olyan is van, hogy az az angyal, akit ugye szoktak mondani, hogy védő angyal, az fogja és ott hagyja a feladatát. Mit jelenti az, hogy azt? Tehát magyarul már nem védi. Nem védi azt az illetőt. Tehát mitől véd minket egy angyal? Hányszor fordulhatott elő életedben, hogy valami olyan történés volt, amiből azt láttad, hogy hát itt valaki valami rendezkedett, hogy ne történjen meg az a dolog. Erre azt mondták a legtöbb ember, hogy véletlen. A véletlen az nem rendezkedik. Jó, maradjunk ennyibe. Értelmes lények tudnak rendezkedni, nem értelmes lények nem nagyon nem. Például egy fa az nagyon lassan rendezkedik, mert ugye fúrja a gyökerét, aztán utána egyszer csak ott kibújik a gyökér, ahol nem akarod, tehát rendezkedik, csak éppen lassan. Érted? De az értelmes lények azok nagyon gyorsan tudnak rendezkedni. Te is gyorsan tudsz rendezkedni, nem? Főleg egy fához képest, ha megnézed, egész gyorsan. Szóval gondoljátok végig, hogy nektek mi a jó. Nektek mi a jó? Tehát még egyszer elmondom. Tehát vagy te, mondhatjuk azt, hogy a hierarchia alján, oké? Fölötted van egy angyal, a fölött van egy Isten. Jó, de az angyal is a mi értelmezésünkben egy Isten, csak az isteni hierarchia alja. Oké? Nem kell ezt elhinni, de gondold végig, hogy mi a jó neked, az, hogy minden az életedben véletlenek alapján működik, vagy pedig ennek alapján. Én ezt tudom, hogy így van, oké? Te meg hiszel, amit hiszel. Nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel, én meg tudom, hogy ez így van. Oké?
Vannak olyan kiváltságos emberek, akiknek két angyaluk van, vannak olyanok, ez még ritkább, akinek három angyala van. Oké? Általában háromnál több nem szokott lenni az embereknek. De az is ritka, három. Így van. Tehát például Jézusnak volt négy. Jó? Tehát neki volt négy. Na most gondoljátok végig, ha Jézusnak négy angyala volt, akkor hogy feszítették keresztre? Ezt csak úgy fölteszem kérdésként. Oké? Tehát négy angyala volt, hogy feszítették keresztre? Oké? Tehát gyakorlatilag lehetetlen. Tehát lehetetlen. Tehát az lehetetlenség, hogy négy angyallal valakit keresztre feszítsenek. Jó? Hát a kereszténységhez kellett, hogy legyen egy keresztre feszítés történet. Tehát, hogy utána föltámadhasson, tudod. És akkor tudják mondani, hogy hát a mi vallásunk az több, mert sehol nem támad föl, se Buddha, se Síva, egyik se támadott föl, se Mohamed, senki, de a Jézus föltámadt. Tehát nem leértékelem ezzel a Jézust, nehogy valaki félreértse, hanem leértékelem gyakorlatilag maga az írást, amit ugye honnan indult ki, egy olyan személytől indult ki az egész kereszténység, aki Jézus ellenes volt. Úgy hívják, hogy Pál. Jó? Tehát az abszolút Jézus ellenes volt. És gyakorlatilag Jézus életében nem tért meg. Most akkor miről beszélünk? Amikor megtért, azért tért meg, mert üzletet látott abban, hogy létrehozzon egy vallást. Ma is ismerek olyan embereket, akik üzletet láttak abban, hogy létrehozzanak egy vallást. Érted? Tehát a mai világunkban, mondjuk az elmúlt 100 évben. Rengeteg olyan ember van a bolygón, aki üzletet látott abban, hogy létrehozzon egy új vallást. Oké? És Pál az egy ilyen emberke volt. Jó, és akkor onnantól kezdve, most gondold végig, tanítanak olyan dolgokat, ugye nagy kereszténység itt Európában, ha megnézed, és mennyire mondjuk ugye a kereszténységnek az lenne az alapja, hogy szeretet, nem? És akkor hol a szeretet? Hova tette a keresztény vallás a szeretetet? Hol a szeretet? Az valahogy időközben elveszett, nem? Jó, tehát na akkor nézzük, hogy mi a, hova nyúl vissza ez az egész. Oda nyúl vissza, mit jelent az, hogy egy Isten hit? Az egy Isten hit azt jelenti, hogy neked van egy Istened. És valóban neked nincs több Istened, egy Istened van. Tehát van az angyal fölötted, és fölötte van az Isten. A te Istened. Nem a teremtő Isten, hanem a teremtő Istenednek a megbizottjának, a megbizottjának, a megbizottja. Világos ez? Jó? Tehát van az Isten, és az a saját Istened. Mielőtt leszülettél, megállapodást kötöttél vele. Oké? Mielőtt törölték a tudatodat, akkor kötötted a megállapodást. Világos ez? Tehát ő pontosan tudja, hogy mi a megállapodás, az a baj, hogy neked nem írták le, hogy miben állapodtál meg. Érted, milyen jó lenne most elővenni egy írományt, és elolvasnád, hogy a jó Isteneddel miben állapodtál meg, mielőtt ugye törölték a tudatodat, és mielőtt leszülettél. Mert ugye mikor még nem volt törölve a tudatod, akkor választottad ki a családodat. Érted? A családodat. Kiválasztottad azt, hogy mit kell megélned, azt is kiválasztottad, hogy kikkel kell találkoznod, milyen emberekkel kell befejezned kapcsolatot, milyen emberekkel kell kezdened kapcsolatot, ezt mind előre kiválasztottad. És akkor persze az angyalod rendezi azt, hogy ezek megtörténjenek, ezek a történések. Ezért ugye én azt tudom, hogy angyalokról beszélünk, mert mindenkinek van angyala, és Istennekről beszélünk, mert mindenkinek van Istene. Tehát amikor az Isteneddel közvetlenül kommunikálsz, akkor is egyes szám első személyében
ugye, illetve második személyében kommunikálsz vele, ugye te vagy az egyes szám első személy, ő a második személy. De amikor arról van szó, hogy rendeznek dolgokat, akkor rendeznek. Tehát az istenek megbeszélnek egymással dolgokat, tehát tudunk olyat csinálni, hogy az te istenednek szólsz, hogy ő szóljon egy másik istennek, érted? Aki a másik embernek az istene, és hogy rendezkedjen avval kapcsolatban, érted? Tehát ez gyönyörűen működik, és ha valaki ezt nem hiszi, hogy így működik, bolondnak néz, semmi gond, neked nem kell, hogy ilyen legyen, semmi probléma, éld úgy az életedet, ahogy eddig, nekem az tök jó, ha te úgy éled az életedet, semmi gondom nincs ezzel. Oké? Okay? Tehát én tudom, amit tudok, emberek meg hisznek, amit akarnak. Ennyi. Érted? És amikor az emberek, mit tudom én, jönnek olyan dolgokkal, hogy hát nem így van, mert nem így van leírva itt, meg ott, meg amott, akkor én simán rájuk hagyom, megmondom, én simán elfogadom azt, hogy ki mit gondol nekem, aztán tök mindegy, hogy ki mit gondol. Világos ez? Tehát én nem akarok ilyen kérdésekről senkivel vitatkozni, még véletlenül se. Mert én tudom, amit tudok, más meg hisz, amit hisz. A tudom meg a hisz között azért van nem lényeges különbség. Oké? Okay? És ugye ezzel volt gondom, mint utólag kiderült, akkor nem tudtam, gyerekkoromban is. Ezért volt nagyon sok emberrel gondom, mert akkor is tudom, hogy tudom volt. Érted? És kérdezték, hogy honnan tudod? Nem tudom, hogy honnan tudom, csak tudom, hogy így van. És emiatt rengeteg konfliktusom volt gyerekkorban. Aztán utána ez ellaposodott, mert ugye a neveltetésem úgy alakult, hogy ez ellaposodjon. Aztán később jöttem rá már ebben az elmúlt 10 évben, hogy hoppá, hogy működött ez nálam gyerekkorban. És hát ugye előtte nem tudtam, nem figyeltem erre a dologra. Szóval lényeg az, hogy én azért vagyok itt, hogy beteljesítsék az emberek azért, amiért ebbe az életükbe leszülettek. Ha ezt valaki nem vállalja be, hogy beteljesítse azt a küldetést, amiért leszületett, az az ő dolga. Megint csak azt mondom, hogy nekem aztán teljesen mindegy. Mit kell beteljesíteni? Tehát ez az emberiség, ennek ilyen formában az ideje, ami ahogy van, ez lejárt. Nem most lejárt le, hanem 2012. december 22-ben járt le. 23-ától nyílt egy új korszak, egy átmeneti korszak, de ez csak egy átmeneti korszak, egy nem végérvényes, egy rövid távú korszak, egy olyan korszak, ahol az embereknek létre kell hozni a megvilágosodást. Tehát minden ember maga világosodik meg. Tehát hiába akarsz megvilágosítani valakit, az nem fog működni. Nem akar megvilágosodni, hiába akarsz. Akarod, hogy megvilágosodjon. Tehát megvilágosodás korszakában élünk. Oké? Ez mit jelent a megvilágosodás? Az azt jelenti, hogy világossá válnak emberek számára természetes dolgok. Tehát természetes dolog, nagyon egyszerű, ha boldogulni akarsz, tudással kell rendelkezned. Ez egy természetes dolog. Ha valaki azt gondolja, hogy a mai világban úgy lehet boldogulni, hogy tudás nélkül, akkor az ostoba. Erre ezt tudom mondani. Az ostoba. Tehát egy olyan bonyolult világban élünk, annyi probléma veszi az embert körbe, hogyha nincs tudása, elvész ebbe a probléma halmozban, ami körülveszi őt. Oké? Okay? Ami annyit jelent, hogy ha az ember boldogulni akar ebben az életben, már pedig ezért jöttünk létre itt emberként, hogy boldoguljunk, hiszen ugye mi nem állatok vagyunk, hogy azt csinálhat például egy magasabb rendű lény, mint az ember az állatokkal, amit akar. Oké? Okay?
Mert nem ezt csinálja az ember? Hát az állatokkal azt csinálunk, amit akarunk. Ha akarjuk, akkor kipusztítunk itt a Földön állatfajokat, nem? Simán, ha megnézed, egy magasabb rendű létforma az alacsonyabb rendű létformával azt csinál, amit akar. Hát most mondok példát, sok helyen elszaporodtak a világban, vagy elszaporítottak olyan élőlényeket, amelyik létrehozták a sivatagot. Tehát mindent lelegeltek, érted? És nem ültettek helyettük olyan növényeket, amik megnőnek nagyra. Tehát mit mondok példát, jó? A kecske meg a birka, az nem válogatós, és megeszi azt a kis fát is, ami ki akar nőni, hogy majd nagy fa legyen belőle. És ugyanúgy megeszi, mint a füvet. És ahol most jelenleg sivatagok vannak a Földön, ott mindig, mindenhol annak a következménye, hogy az emberek úgy akartak túlélni, hogy túl sok állatot tartottak azon a területen, amelyek lelegeltek mindent, és gyakorlatilag sivatag lett helyette. Érted? Először fél sivatag, utána pedig sivatag. Szóval lényeg az, hogy, és nyilván itt most nem pár évtizedről beszélek, hanem évszázadokról, vagy akár évezredekről, mondjuk egy Szahara esetében. De lényeg az, hogyha megnézed, ugye ez jellemző az emberre, hogyha nehéz az időszak, és olyan korszak van, mint például most, akkor fogják és kivágják a fákat, és azt csinálják, hogy na akkor helyébe legeltessünk. Mert hát éhen kell maradni, vagy éhen ne halljunk, életbe kell maradni. Érted? Ami azt jelenti, hogy ahol ezt az elvet követik, már pedig ugye javarészt követték, akkor mi történik, hogy elsivatagosodik a terület. Jó? No szóval, nézzük akkor tovább itt ezt a kérdést. Tehát, hogy miben hiszel, nekem mindegy. Tehát mi a küldetése az embereknek? Tehát mindenki küldetéssel született, és nem olyan küldetéssel születtünk, hogy mit tudom én, hány gyereket hozzunk létre. Jó? Persze a gyerek az nagyon fontos, hogy az embernek legyen gyereke, az nem kérdés, hogy fontos. De nem ezért születtünk, mert akkor képzeld el, akkor az úgy működne, hogy amint fölnevelted a gyereked, elvesztetted a küldetését, és irány a temető. Nem? Nem mint látogató, hanem mint ott lakó tud bent. Bentlakásos. Persze, bentlakásos. Így van. Gondold végig, akkor ez lenne. Ha azért születtünk volna, akkor ez lenne. Ha meg valakinek nem lett gyereke, mert kiöregedett, vagy valamilyen oknál fogva nem lett, akkor meg kéne halnia. Nem? Ha ezért születtünk. Hát gondold végig. Egy ember addig él, ameddig van reménye a küldetését teljesíteni. Világos voltam? Ezt én a helyedbe fölírnám. Ez nagyon fontos. Tehát egy ember addig él, amíg van reménye a küldetését teljesíteni. Tehát még egyszer, a küldetését minden ember megállapította azelőtt, illetve minden lélek, mielőtt emberi testbe költözött. És ha most figyelembe vesszük a reinkarnációt, minden inkarnáció előtt ez így történik. Tehát nem az első inkarnációról beszélek, hanem minden inkarnációról. Tehát minden inkarnációnak küldetése van. Tehát minden újra születésnek küldetése van. A lelked az nem születik újra, mert az örök. Ebbe se kell hinni, gondold végig, melyik a jobb, ha abba hiszel, hogy örökké él a lelked, vagy abba hiszel, hogy egy életem, egy halálom, na akkor húzzunk bele mindenbe, akkor mindent próbáljunk ki, hogy mi hogy működik, romboljuk a szervezetünket. Mert pont ebből alakul ez ki, gondold végig, pont ebből alakul ez ki,
hogy akkor mindent ki kell próbálni ebben az életben, és ha mindent kipróbál, az tuti, hogy rombolja a szervezetét. Azzal, ha mindent kipróbál, ráadásul már csomó olyan mindent kipróbálás van, amire pitty-putty azonnal akár rá lehet szokni. Tehát ugye vannak olyan drogok, ugye tudjátok, hogy egyszer fogyaszt és már rá is szokott. Egyszer fogyaszt. Jó? Na szóval ennek az a következmény, és tényleg, ha megnézed, egy olyan társadalomban élünk, ahol a legtöbb ember mindent és azonnal akar. Érted? Mindent és azonnal. Vagy nem ezt látjátok? Nyilván mindig tisztelt a kivételeknek, mert nem azt mondom, hogy minden ember ilyen, hanem a legtöbb ember, azt mondtam. Sajnos. És akkor megnézzük a nagy keresztény Európában, ez hogy passzol össze ez a két dolog. Nem? Hogy passzol össze? Sehogy. Jó? Tehát akkor itt vagyunk mi emberek, leszülettünk, mondom, hogy te mit hiszel nekem, aztán tök mindegy, én tudom, hogy mi hogy van, és itt vagyunk mi emberek, átmeneti korszakban, és lenne egy olyan korszak, amiért itt vagyunk. Tehát azért vagyunk itt, hogy képesek legyünk töretlenül fejlődni. Töretlenül fejlődni. Tehát itt a földi létet azért hozták létre, mert egy élet során, mondjuk 100 éven belül, maradjunk ennél a 100 évnél, 100 éven belül sokkal többet tudsz megélni itt a földön, mint amikor nem a földön léteztél, hanem isteni lélekként léteztél, mondjuk 1000 vagy 10000 év alatt is akár. Érted? Tehát itt a Földön 100 éven belül annyi minden történik veled, ami odafönt nem történt 10000 év alatt. Ezért vállalta be a legtöbb ember azt, hogy lélekként ide lejöjjön. Érted? Hogy rövidebb idő alatt megtapasztaljon olyan dolgokat, ami fenn sokkal hosszabb idő. Érted? Tehát odafönt azért sokkal hosszabb idő, mert nincs idő. Érted? Ami azt jelenti, hogy itt van, mikor az embernek bele kell húznia, például, mit tudom én, a gyerekcsinálásba. Főleg a hölgyeknél, érted? Mert kifut az időből. Világos ez? Tehát itt vannak olyan dolgok, amiből az ember, ha nem csinálja meg, akkor kifut. Hát az is idő, hát hogy enned is kell, nem? Ami azt jelenti, hogy ha sokáig nem eszel, akkor nagyon éhes leszel. Tehát kénytelen vagy enni, nem? Mert minél jobban húzod az időt, hogy nem eszel, annál éhesebb leszel. Világos ez? Tehát itt ezen a bolygón az idő az nagy mértékben megsürgeti a dolgokat, érted? Tehát gondold végig, hogy mit tudom én, ott van a kis dolog, meg a nagy dolog, a pisikaki, tudod? Hát ott is, azt is lehet húzni egy darabig, de nem feltétlenül érdemes sokáig húzni, tudod? Na most a fenti létformában, ha lélekként nézzük az embert, ott nincsenek ilyenek. Tehát a lelket nem kell etetni, nem kell itatni, nem kell neki oxigén, vagy nem kell neki nitrogén, mert vannak olyan értelmes lények, amelyek nitrogénnel lélegeznek, mármint úgy értve, hogy a testük. Nem kell ilyen nekik. Érted? Magának a léleknek nem kell. Nem számít az, hogy hideg van, nem számít az, hogy meleg van, a nap melegese számít, lélekként így átmész a napon, semmi gond nincs vele, érted? Tehát nem pusztulsz el, semmi. Tehát ami azt jelenti, hogyha ott jobban megnézed, ott lehet húzni az időt. Hát most gondold végig, megkérdezték az emberektől, olyanoktól, akik idősek, és már nem sok volt hátra nekik.
tehát az életük utolsó szakaszában lévő emberektől, hogy mit tennének újból, hogyha újra születnének. És akkor mondták ezt, azt, amazt, sokfélét mondtak, és utána összegyűjtötték, hogy miből volt a legtöbb válasz. És tudod, mit mondtak? A lehetőségeimet jobban kihasználnám. Ebből volt a legtöbb válasz. Oké, tehát itt a Földön is halogatnak az emberek, akkor, mert van idő, most gondold, fönn oda fönt mennyire halogathatnak a lelkek. Mert nincs idő. Érted, hogy miért kell az embernek itt lennie? Illetve az emberi léleknek, magának a léleknek. Tehát mi nem emberi lelkek vagyunk, mi ugyanolyan lelkek vagyunk, mint mondjuk egy angyalnak a lelke. Ugyanolyan lelkek vagyunk, mint az Istenednek a lelke. Ugyanolyan lelke, csak ők nagyobbak. Az azt jelenti, hogy egy angyali lélek, az térfogatra nagyobb, mint egy emberi lélek. Egy isteni lélek, tehát az Istenednek a lelke, az térfogatra nagyobb, mint az angyalodnak a lelke. Ezáltal nagyobb, mint az emberi lélek. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy a térben nagyobb teret foglal el. Tehát a tér fogata nagyobb. Jó? Tehát ennyi a különbség. Nincs más különbség. Miért nagyobb a térfogata? Mert nagyobb a tudása. Úgy működik, emberi lélekként is úgy működik, hogy minél nagyobb a tudásod, milyen tudás? Nem az, hogy amit az iskolákban tanítottak, hanem az ember és az élet működésével kapcsolatos tudásod minél több, és ezt persze használod is, annál nagyobb a lelked. Jó? Tehát akik itt megjelentek a Földön, lelkek, a legnagyobb lelkek olyan 5 méter átmérőjek. Az emberi lélek meg borsószemnyi nagyság, nem borsószem nagyságú. Érted? A születésénél fogva. Tehát ami azt jelenti, hogy tud nőni, attól függően, hogy mennyit képezi magát az ember, és mennyire használja a tudását, mert nem az a lényeg, hogy mennyire képezi az ember magát, hanem használja. Tehát, hogyha használja, akkor nő a térfogata a lelkének. És mondom, a legnagyobb, azok nem emberek, akiknek 5 méter átmérőjű a lelke. Azok idegen, ami azt jelenti, hogy nem földi emberekről van szó. Jó, tehát akit láttak már, akiről meggyőződtek, hogy létezik, 5 méter átmérőjű. Jó, akit én hallottam. Na most, tehát itt vagyunk mi a bolygón, te azt hiszel, amit akarsz, de akármilyen hihetetlen, a boldogságod attól függ, hogy mit hiszel. És miben hiszel? Kezded-e? Ettől függ. Tehát minél inkább fejlettebb, jobb dolgokban hiszel, annál boldogabban tudod élni az életedet. Oké? Most a legtöbb ember az hitetlen. Tehát a hit nem arról szól, hogy én hiszek a teremtőben. Az egy hit. Világos ez? Az egy hit. Hanem rengeteg, minél több dologban, beleértve a dolgokban, történéseket, embereket, stb. Hiszel, annál jobb. De nyilván nem mindegy, hogy az pozitív vagy negatív. Jó, ha most figyeled, akkor ez egy kis tanítás. De úgyse tanítalak arra, csak a második részben, ami nem díjmentes, hogy juss el ide.
a módszer az nem része az első résznek. De ez egy nagyon fontos dolog, még egyszer mondom, minél több pozitív dologban hiszel, ember, történés, tárgyak, események, minden ide tartoznak a dolgokba, annál jobban jársz, és annál boldogabb leszel. Oké? Tehát emberek hisznek negatív dolgokban is. Minél több negatív dologban hisz valaki, annál boldogtalanabb. Világos ez? Jó? És persze akkor is boldogtalan, ha se ebbe, se abban nem hisz. A dolgok csak úgy megtörténnek. Jó? Majd lesz valahogy, olyan még úgyse volt, hogy valahogy ne legyen, ne lett volna. Sokan így gondolják, tudod. Szóval itt vagyunk mi emberek, és egy átmeneti időszakban élünk, ami egy kiválasztódás időszaka. Ez ilyen többszörös kiválasztódás időszak. Tehát többszörös kiválasztódás időszaka. Például itt választódnak ki a jövő vezetői ebben az időszakban. Itt választódnak ki az, hogy ja, ide jöttünk, ide. Hogy ki juthat be az aranykorba, ki nem juthat be. Elhangzott ez az aranykor kérdés. Mit jelent az, hogy aranykor? Az a töretlen fejlődés korszaka. Akkor tud egy lélek töretlenül fejlődni, ha nincs elnyomás. És persze fejlődni akar. Jó? Mert ez a két dolog kell. Tehát egy olyan korszakban, ahol fejlődni akar az ember, de állandóan elnyomást kap, úgy baromi nehéz fejlődni. Ezáltal akik fejlődni akarnak, kivonulnak abból a területekből, ahol elnyomják őket. Világos ez? Ez mindig így volt a történelem során, csak régen ezt kolostornak hívták, meg remetéskedésnek hívták, érted? Most nem így hívják. Tehát ami azt jelenti, hogy az embernek olyan emberekkel, olyan helyzetekkel, történésekkel, eseményekkel kell magát körülvennie, ami minél kevesebb elnyomást mutat. Oké? Azért, mert úgy működik minden lény a világegyetemben, hogyha elnyomást kap, akkor nehezen fejlődik. Érted? Ezért nem tudnak a negatív istenek fejlődni. Tehát az alacsony rezgésű negatív istenek. Mert ugye amikor alacsony a rezgés, akkor megszűnik az igény a fejlődésre, ezáltal nem tud fejlődni maga a lélek, megmarad azon a szinten, amin van. És ha a lélek nem fejlődik, akkor nem is lesz boldog. Oké? De mondom, akkor tud egy lélek fejlődni, ha a rezgése magas és igénye támad a fejlődésre. Tehát amikor te olyan emberrel beszélsz, aki nem akar fejlődni, nincs igénye a fejlődésre, akkor jó, hogy tudod, hogy alacsony a rezgése. Világos ez? Tehát nem csak az emberre igaz, hanem minden lény, fejlett lényre igaz a világegyetemben, hogy akkor fejlődik, hogyha magas a rezgése. Oké? Tehát ha jobban megnézzük,
ugye a világegyetemben vannak gonosz istenek, és miért nem válnak jó istenek ki? Hát mert alacsony a rezgésük, és nem, nincs igényük a fejlődésre, világos ez? És ezért nem válnak jóvá sose, érthető? Tehát ahhoz, hogy az emberben lévő lélek fejlődjön, és maga az ember fejlődjön, nem testileg, hanem lelkileg vagy szellemileg, ahhoz ott kezdődik, hogy igény kell arra, hogy fejlődjön. És egy alacsony rezgésű lélek, alacsony rezgésű embernek nincs igénye a fejlődésre. Világos ez? Tehát ne csodálkozz, amikor emberekkel beszélsz, és azt látod, hogy nincs igénye a fejlődésre. Alacsony rezgésű. Oké? Tehát ezen a bolygón aranykornak kell lenni erre az időszakra. Mindegy, mekkora fővel. Oké? Ami azt jelenti, hogy az emberek választják ki magukat, hogy bekerülnek-e az aranykorba vagy sem. Mert az aranykorban nem elnyomoskodhatsz. Tehát minden szociális ember hajlamos arra, ha elnyomást kap, akkor elnyomoskodjon. És az azt jelenti, az elnyomoskodás, hogy továbbadja az elnyomást. Magyarul ő is elnyom valakit. És ez egy ilyen láncreakció. Tehát az elnyomó elnyomója A-t, szociális ember, és tegyük föl, hogy fölötte mindenki BC, menjünk végig az ABC-n, jó? Mindenki szociális. És az összes szociális A továbbadja B-nek, B továbbadja C-nek, C a D-nek, egészen az ABC végéig. Ez így működik. Érted? Add tovább, szamára végállomás, igen. Na most onnantól kezdve, most gondold végig, hogy egy elnyomó milyen kárt tud csinálni, és hogy tudja akadályozni, hogy az embereknek olyan rezgésük legyen, hogy fejlődjenek. Oké? Na most emiatt, ha az ember fejlődni akar, akkor nem lehetnek elnyomók. Érted? De a szociális emberek úgy működnek még ráadásul, hogy nem elnyomok, de mégis bizonyos emlékektől bekattannak. Akkor is, ha nincs jelen elnyomó. Nem csinálhatod meg az aranykorba. Mert akkor ezzel akadályoznád más fejlődését. Világos ez? Na akkor kérdezem, hogy akarsz bekerülni az aranykorba? Mert ugyanis keres még olyan helyet a bolygón, ahol ezt tanítják, megfizethető áron, igaz, igaz, nem fogsz találni, keresni lehet, csak találni nem, nem fogsz találni, érted? Tehát ugye emlékszel arra, amikor azt mondták, hogy világ vége 2012 december 22-én világ vége lesz, az tényleg világ vége volt, de egy korszak, egy korszaknak volt vége. Oké? És ugye a jövő korszaka az ez. Most gondold végig, ahol az emberek töretlenül fejlődnek, ahol nincs elnyomás, ott szükség van arra, hogy megmondják, hogy na most nem tudom, hogy ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Nem, mert mindenki tudja a dolgát. Szükség lenne pénzre. Nem, arra sincs. Mert az ember nem fog más kontójára gazdagodni, érted? Más kárára gazdagodni, mert most van ilyen. Ha megnézed, most minden gazdag ember az más elnyomása árán gazdagodott. Most a gazdagokról beszélek. Világos ez? De az új gazdagok is ilyenek.
más elnyomása árán gazdagodott. Tehát más zsírján terebélyesedett. Oké? Szóval gondold végig azt, hogy itt van egy hely, ahol információt adok át avval kapcsolatosan, hogy hogyan boldogulj azokon az életterületeken, amit az imént házigazdánk bemutatott, illetve a házigazdáink. Jó, itt van ez a 10 terület. És ez teljesen megfizethető áron van, ami nem azt jelenti, hogy mindig ennyibe fog kerülni, mert azért ez a 100%-os infláció, ez durva. Szóval, de olyan áron lesz mindig, amit az emberek meg tudnak fizetni. Tehát ezek az információk olyan információk, amit a mindennapokban tudsz használni. Tehát olyan területeken, amin megfordulsz. Tehát bármi olyan területen. Tehát ugye én az elmúlt 30 évben, 29, megtapasztaltam azt, hogy olyan nincs, hogy lehetetlen, csak olyan, hogy tehetetlen. De ez nem egy mondás, ez nekem egy megtapasztalásom. Egy, olyan sincs, hogy egy problémát ne lehetne megoldani. Oké? Az, hogy egy problémát meg lehet-e valakinek oldani, vagy sem, az kizárólag tudáskérdés. Oké? És én még nem tapasztaltam olyat, hogy egy problémát ne lehetett volna tudással megoldani. Tehát egy ember elboldogul egy-két, max. Három problémával. De a legtöbb embernek nem egy-két-három problémája van. Nézd minél többet a híreket, és akkor már is több problémád van, nem egy-kettő-három, jó? Gondold végig. Hallgasd végig másnak a problémázását, és akkor már is nem egy-két-három problémád van. Ja? Tehát mindenki saját maga dönti el, hogy ő be fog-e kerülni az aranykorba vagy sem, de az azt jelenti, hogy meg kell tanulnod, hogy képes legyél uralkodni magadon. Érted? Minden helyzetben, minden körülmények között. Ha ez neked könnyű, akkor könnyen oda tudsz jutni, hogy bekerülhess az aranykorba. Ha nem, akkor ez nehéz. Akkor tanulnod kell. Jó, és meg kell tanulni, visszatérve azt is, ide, hogy képes legyél, ez a szeretetben, békében és boldogságban együttműködés, ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül együttműködni. Tehát mi egy felső létformából jöttünk, és egy felső létformába tartunk. Minden egyes lélek. Tehát visszatérünk oda, vissza kellene térnünk oda, ahonnan jöttünk. Na most ezt tudod, mit jelent? Hogy ott fent feltétel nélküli az együttműködés. És azt nem ott kell megtanulni, hanem itt lenni. Világos voltam? Tehát ott nem lehetsz úgy, hogy nem tudsz feltétel nélkül együttműködni. És a feltétel nélküli együttműködésre ugye ott van az aranykor, hogy az ember ott begyakorolja. Tehát ugye megnézzük a közösségünket, már gyakorolhatod itt a feltétel nélküli együttműködést. De én ugye sokszor látom azt, hogy emberek találkoznak vadidegen emberekkel itt PPN belül, és már is ilyen előítéleteket gyártanak emberekkel szemben. Mert ugye ez a szokás az embereknél, nem? Hogy ilyen előítéleteik vannak másokkal szemben.
Na most, ha előítéleted van, szokott lenni másokkal szemben, akkor hogy működik nálad a feltétel nélküli együttműködés? Tehát van mit tanulni, nem? És gondold végig, szeretetben, békében együttműködni az emberekkel, az azért jobb, mint most. Nem? Persze azt mondod most is, hogy hát nem is akarsz mindenkivel együttműködni. Ott fenn sem működnek mindenkivel együtt. Oké? És az aranykorban viszont együtt fogsz működni, az mit jelent, hogy nem működnek együtt? Nem működnek együtt az alacsony rezgésű isteni lelkekre. Azok külön kaszba vannak. Világos ez? Tehát te is itt a Földön bizonyos emberekkel nem érzed jól magad. Azokkal nem érzed jól magad, akikkel nem vagy egy hullámhosszon. Akikkel viszont egy hullámhosszon vagy, azokkal jól érzed magad. Tehát a rezgésetek közel azonos, vagy azonos, azokkal jól érzed magad. Ugyanez a házasságra egy kis tanítás. Ha két ember azonos rezgésű, a házaspárok, a párok, akkor jól érzik magukat egymással. Ha ez a rezgés eltolódik, akkor minél jobban eltolódik, annál inkább nem érzik jól magukat egymással. Világos ez? És a megoldás alapvetően az, hogy egy hullámhosszon legyél a pároddal. Világos? És onnantól kezdve tök jól ellesztek, ha egy hullámhosszon vagytok. Jó? Na most ehhez nyilván tanulni kell. Ez nem így működik. Tehát a legnehezebb, ezt elhangzik így mindenkitől, az önmagunkkal való megbirkózás. Oké, ez a legnehezebb. De ugye én azt látom, hogy ez hála Istennek gyorsul. Tehát sokkal hamarabb megküzdenek az emberek magukkal, mint régebben. Miért? Hát mert sokkal több múltbéli tapasztalat van, amivel lehet segíteni azt, hogy könnyebben áthidaljanak dolgokat, és könnyebben tudjanak előrébb lépni. És ugye ebben egyre nagyobb és nagyobb a rutin tapasztalat, és egyre több ember tud segíteni másoknak. Szóval egy csodálatos dolgot csinálunk, ami a történelemben még nem volt, korszakot alkotunk. Érted? És ez a korszakalkotás, ez innen a Kárpát-medencéből indult ki. Jóslatok is ezt mondják, hogy innen fog kiindulni, hát már kiindult. Oké? És hogy ebbe a korszakalkotásba te részt veszel, vagy nem veszel részt, megint a te döntésed. Mi nem akarunk semmit rád erőszakolni, ne értsd félre. A te életed az a te életed, a mi életünk meg a mi életünk. Oké? De az biztos, hogy mi nem fogunk oda jutni, akik tesszük a dolgunkat, mint akik nem teszik a dolgukat, hogy mehetnek inkarnálódni egy olyan bolygóra, ami mondjuk a Föld volt, mondjuk a dinoszauruszok idején. Jó? Tehát lehet egy olyan korszakba inkarnálódni. Semmi gond nincs ezzel. És akkor gondold ki, hogy onnan vajon mikor fogsz kikerülni. Mikor lesz annyi tudásod, hogy kikerülhess egy olyan társadalmi formába, ahol szeretetben tudnak az emberek együttműködni, feltétel nélkül, illetve a lelkek. Jó? Nem kell ezeket elhinni, amiket én elmondtam. Én ezeket tudom, hogy így van. Jó? Tehát én tudok olyanokat csinálni, hogy megkérdezek dolgokat, és a fentiek mondják. Érted? Nem majd egyszer, hanem mondjuk 3 percen belül megjön a válasz. Érted? Mint most is volt ilyen példa, hogy kérdezett valaki 2 emberről, és akkor mondtam, hogy mi a helyzet. És akkor mondta, hogy mivel sose láttam azt a 2 embert,
tehát sose láttam, mondtam, csak mondott két nevet, érted, az illető, és akkor mondtam, hogy mi a helyzet, és akkor az illető azt mondta, hogy tényleg így van, jó? De ezt nem én tudtam, hanem kérdeztem, és a választ kaptam, oké? Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus első részt. Megint ízelítőt kaphattunk a jövőből. Én már azért be tudom élni magam, tapasztaltunk bele dolgokat. Elsőre biztos kicsit meredeknek tűnik, ha valaki most nézi elsőre vagy másodjára. De gondolj csak bele, melyik lenne jobb neked ebben a világban élni, amit most csinálnak, ebben ez a rengeteg mocsok, ez a rengeteg félrevezetés, állt hírek és hírek, amiből nem tudod kiválasztani, hogy vajon melyiket kövessem. Vagy egy új vonal, hát már nem olyan új, de itt a Földön új, ami tisztán látást biztosít neked hétköznapi nyelven kifejezve, érthetően. Igaz? Ez így van. És én is köszönöm szépen Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. Minden egyes alkalommal bebizonyosodok tényleg, hogy legjobb helyen vagyok, mert mi tényleg már jóval erőbb mindig megkapjuk azokat az információkat, hogy mi lesz a jövőben, és hogy kezeljük a dolgokat, a helyzeteket. És szerintem azért ez nem mindegy, hogyha előre van olyan információnk, hogy mi lesz a jövőben, és hogy azt megkapjuk hozzá megfelelő tudást, vagy módszert, hogy hogy kezeljük az életünkben. És tényleg nagyon jó a mai világban így járni kell, amikor föl szokta tenni Miklós a képzés elején, hogy mennyire vagyunk elégedett a világgal. Szerintem nagyon jó, tényleg azt tudom mondani, hogy nekünk a világgal semmi bajunk nincsen. Nem olyankor mindig feljön kérdésbe, hogy a PPH-s világgal, vagy a külvilággal. Most melyikre gondoljak? Mert a PPH-s világ az fantasztikus. Mert nem azt mondom, hogy nem jönnek a feladatok, mert nekünk is jönnek, de megvan rá az, hogy hogy oldjuk meg. Mert itt megkapjuk, és szerintem ez a mai világban egy nagyon nagy kincs, amikor megvan a megoldás a kezedben, és így járni kell. Az a minden. Megalapoz egy jövőt, így hogy van. Meg tud oldani, és nem gondolkozol, vakarod a fejed, vagy nem csak halmozódnak a megoldatlan problémák mögötted. Így van. Úgyhogy én azt üzenem azoknak az embereknek, akik most hallgatnak először esetleg, vagy már régóta hallgattak, akkor gyertek és győződjetek meg arról, hogy milyen valóban Szedlacsik Miklós, milyen az a közösség. Ez egy lehetőség neked, egy olyan lehetőség, amivel valóban a hétköznapi, tehát be tudjuk építeni az életünkben, a mindennapokban az itteni tanultakat, a módszereket. És én azt mondom, hogy a jövőben tudás nélkül nem fogunk tudni boldogulni. Úgyhogy gyertek, mert a tandíjunk valóban úgy lehet mondani egy csekély összeg, mert első hónapban 19.700 forint, a következő hónaptól pedig 9.800 forint a tandíj. Tehát ez a mai világban tényleg egy csekély összeg, de amit kapsz érte, az egy hatalmas nagy tudás. Hát fel van adva a lecke, aranykor vagy nem aranykor, mi lesz velünk. Egyelőre nem látszik valami biztatónak a jövő. De itt egy út, amit ki lehet próbálni, végig lehet menni rajta. Itt egy olyan rendszer van összerakva Szedlacsik Miklós által, ahol lehetsz tanuló, szervező, vezető és végül tanító. Bárhol vagy, és bárhonnan indulsz el. Ha elhiszed magadról, el tudsz oda jutni. És meg is tudod csinálni. Ezt magamról tudom, mert amikor idejöttem 2011. októberbe egyedül, akkor én semmi ilyet nem gondoltam, ami ma történik velünk. Azt hittem, hogy majd használom a tudást az életembe, és majd valami lesz belőlünk. Hál' Istennek semmi nem úgy lett, ahogy én gondoltam, hanem lett belőle egy sokkal jobb történet. Köszönet Szedlacsik Miklósnak, mert úgy irányított engem, hogy én nem vettem észre. Olyan információkkal és impulzusokkal, így lehet mondani meg a tanításokon keresztül, hogy magamtól legyek egy sokkal jobb ember, és most már szeretném, hogy még sokkal jobb emberré váljak, ami az elején nem volt egyértelmű. És ahogy megyünk az időben, most már valóban az van bennem, hogy szeretném látni, hogy általam mások ilyenné válnak,
és majd ők is tudják ezt létrehozni, ami velem történt, vagy ami előttem Szedlacsik Miklóssal, hogy ezt meg lehessen csinálni a Földön. Mert bármilyen hihetetlen, ezt meg lehet csinálni. Meg kell tanulni a hétköznapinak mondható módszereket. Hát igen, beszélgetek tanulókkal, és nem hiszik el, hogy ilyen egyszerűen lehet, kell fejlődni. Mindig azt várják, hogy mondjak valami ilyet, hogy tussák, mondd meg a tutit, és akkor azt megcsinálom, és akkor minden jó lesz hónapra. Hát ezt felejtsd el. 8 éve kezdtük újra az életünket, azt lehet mondani a PPH-ban, azóta folyamatosan fejlődünk, azóta csiszolódnak le rólunk a hibák, a tévedéseink. Én még azt látom, még rengeteg van. De az a jó benne, hogy már nem idegesít, hogy van. Ez van, az kész. Majd szembesülünk vele, és megyünk tovább. Hát itt egy ilyen lehetőség kínálkozik neked az életben. Gondolkozz el rajta. És az is lehet egyébként ilyen gyorsaságban fejlődni, mert itt mindig rendszeresség van. Tehát itt minden szerdán, minden vasárnap képzés van, és ezt mindig el szoktam mondani, tehát mindig benne van az életünkben, és foglalkozunk vele. És ezáltal van a gyorsított fejlődés, úgy lehet mondani. Persze ez akkor működik, hogyha valóban személyesen, tehát amikor vannak az előadások, akkor hallgatod, mert van lehetőség persze, hogy visszahallgasd, ha éppen nem tudod, mert az embernek adódnak olyan lehetőségek, vissza tudod hallgatni felvételről, de itt mindig megvan a rendszeresség. Meg az, hogy itt tényleg úgy van összerakva, hogyha ide jössz tanulóként, tanulónak, akkor itt van egy vezetőd, akitől bármikor kérdezhetsz. Tehát itt nem vagy egyedül. Itt egy olyan erős, én azt tudom, most így hirtelen az jutott eszembe, itt képzés közben hallgattam, hogy nem csoportépítést csinálsz, hanem családépítés szinte. Tényleg egy hatalmas család. És fantasztikus. Nagyon sok helyen, nagyon sok fele voltunk, és én nem azt mondom, hogy nem voltak jók, de sehol nem éreztem azt az összetartást, azt az egységet, ami itt van nálunk a PPH-nál. Nem találtam meg. Akkor a célunk, hogy én azt az égi támogatást se tapasztaltam meg sehol, mint ami itt van nálunk a PPH-nál. És ezt nem csak mi szoktuk elmondani, hanem tényleg már nagyon sokan, akik itt vannak, hogy egyszerűen mindenben támogatnak minket az égiek. Ha tetszett, ami itt elhangzott, annyi a dolgot, hogy keressél PPH-s szervezőt, már rengetegen vagyunk ugye a Facebookon, meg bárhol a világban. Már autókon is látod a matricákat, vannak irodák szerte az országban. Felveszed valakivel a kapcsolatot, aki szimpatikus, és segít neked tanulóvá válni, aztán segít téged az utadon. Ennyi a teendő. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Most 30 perc szünet fog következni. Mondjuk úgy, hogy 20:05-kor. Megyünk tovább a második résszel. Akik még nem túl tapasztaltak, mondanám, hogy ki kell lépni az első díjmentes részből, és átmenni a jelenhavi élőbe. Ott lesz majd a következő előadás, ami ugye önbizalomteremtő coach lesz. Ez megy 21:15-ig, és aztán van a klub, ahol lehet kérdezni a mestertől. És köszönjük szépen, hogy mai házigazdáig lehetünk. Köszönjük szépen. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!